Vannak új kollégák is, én azt fogom kérni Kálmán János ügyvezetőjútól a Hájér Csabai Szemetős Mészítvári Kártyát, tulajdonosi képviselőtől, a Drepélyen egy gyárigazgatói támogatóval keresztülem igazgató igazgatóról, hogy amennyiben lehet röviden ennek a történetnek egy kicsit előtörténetében is olvassanak bennünket, és aztán kérjünk át arra a fontos eseményre, ami miatt tulajdonképpen amit összegyűjtünk. Ennyi a rövid előtörténet, ennyi rövidebben már tényleg nem tudom elmondani. Igyekeztem az írásos sajtótájékoztatót összefoglalni, ugyancsak nagyon rövid, amit fontosnak tartok a mondatnak elmondani. És tegnap este, amikor végeztem ezzel az írásos összefoglalóval, arra gondoltam, hogy talán nem volna helyes, hogyha én ezt most önöknek szóba is tartom. Ezt úgyis akik újságírók elfogják ezt róla.
inkább talán arról szólnék egy-két szót először, amiért kimond. Aztán utána, ha megengedik, akkor a gyár igazgatója ismerteti a gyárat magát és a gyártás technológiát. Az ő dolgát nagyon megkönnyítettük azzal, hogy a Holcimnak az egyik videófilmet aktualizáltuk, nagyon megváltuk, lerövidítettük. Mindenkit gyakorlatilag szólni is kell, ez a film bekövődhetett a gyárat nagyon professzionális szinten. Egy elemben fölhívjuk a figyelmünket, ez a film a bírósági tervben azt a célt szolgálta volna, hogy a Holcim bebizonyítsa, hogy a gyárnak a gépek, a gyártóbenetetésében az ő tulajdonában vannak, szemben töltött ingatlanokkal, és miután a gépek és berendezések alkotórészi kapcsolatban állnak a földdel, ez elválasztott a egységet képez, és ezért valójában ez a gyár az ő. Erről szólt az egyik per az elmúlt 12 cikket. Ennek a pernek az lett a végeredménye, hogy a legfelső, hogy a kúria, az ítéletet, a Holcimnak hivatalban. Ezek valóban alkotórészi kapcsolatban. Sőt, nem csak az alkotórészi kapcsolatban, hanem bizonyos termelőterületes és az érdekes földterületi nyilatkozatok között, hanem még a tartozékok és egyéb ott levő tárgyak és az ingatlanok között is dolog egység kapcsolat. Tehát ezt a cemennyelre minden szép választom, ezt egy egész kell kezelni, csak ott hibázott a Holcim, ezek a gépek is van, hogy nem az ő, hanem a miénk. Úgyhogy ennek az lett a következménye, hogy a bíróság ezt a dolog egység kimondta, és kimondta azt is, hogy ez a gázolja. Ezt a felülvizsgálat eljárásának a kúria állapította meg, ezt követően az a kép is azt mondja, hogy nem. Még egy dolog tartozik ide, két hónappal ezelőtt bizonyos jogászi segítséggel és a kollégáknak a túlszólására a gyárat birtokra is vettük, és ennek a birtoklásnak a tényét azóta a bírósági ítélet erősítette meg jogos birtokosként is. Tehát azonnali végrehajtó bírósági ítélet mondja ki, hogy a gyár birtokosa HC 1900. Talán